Köszöntök mindenkit, Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a támogató videósorozatunk 9. részével jelentkezem, melyben a fejlesztő értékeléssel foglalkozunk, az előadás címe Fejlesztő értékelés nem csak projektek idejére. Az előadásomat egy idézettel indítanám, amely a Halka István egyik blog írásából származik. Ez az írás a pedagógusok reflektív gondolkodására vonatkozó egy tanulmányra reagál, de azt gondolom, hogy nagyon fontos lehet a tanulók szempontjából is. Az idézet így hangzik, az önreflexió nem más, talán kicsit furcsa lesz a megfogalmazás, mint a tanulás önértékelése, ami, ha konstruktivista módon gondolkodunk, a tanulási folyamat alapvető összetevője. Azt gondolom, hogy a tanulókra vetítve az önreflexiót, a reflektív gondolkodás fontosságát eljutunk a fejlesztő értékelés kulcsához, hiszen a tanulóknak a saját tudásáról, tanulási stílusáról, együttműködéséről, a különböző készségeinek fejlesztési lehetőségeiről való gondolkodása, vagy közös gondolkodás egy nagyon-nagyon-nagyon fontos velejárója és meghatározó eleme a tanulásnak, sőt, talán kiemelten kell kezelnünk, hiszen a szummatív értékelés, a jegyalapú értékelés önmagában nem fogja tudni a tanulók komplex támogatását biztosítani, és az értékelésnek is csak egy nagyon szűk és nem feltétlenül megbízható lehetősége. Nézzük akkor, hogy a fejlesztő értékelésnek milyen jellemzői vannak. Alapvetően egy nagyon gyakori értékelési formának kell lennie, lényegében folyamatosan jelen kell lennie a pedagógiai gyakorlatunkban, interaktív jellegéből adódóan, hiszen a tanár itt nem egy irányító szerepkörben van, hanem egy támogató szerepkörben. A diáknak az önmaga a saját tudásáról való tudását fejleszti, ehhez ad támpontokat, kérdéseket és különböző módszerekkel segíti ennek a tudásnak a fejlesztését, hogy minél biztosabban, magabiztosabban haladjon a tanuló a saját tudásépítésében. Így tehát a diákoknak aktív szerep jut a saját fejlődésükben, önfejlesztésükben, nagyon hangsúlyos lesz az önálló tudásépítésük, a probléma megoldásuk, a felelősségvállalásuk, saját tanulásuk szempontjából. Ezek a jellemzők pedig már elvezetnek minket a projektmódszerhez, hiszen olyan fogalmakról, olyan készségekről van szó, amelyek már az előző előadásokban is többször előkerültek, vagy akár csak a saját gyakorlatunkban megvalósított projektekre gondolunk, bizonyára találkoztunk ezekkel a jellemzőkkel. Nézzük akkor, hogy milyen alapvető jellemzői vannak a fejlesztő értékelésnek. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon és jól valósuljon meg, hatékonyan valósuljon meg, nagyon fontos egy bizalmi légkör. Ez a bizalmi légkör azt jelenti, hogy a tanulók között és a tanárok, tanárdiák viszony alapvetően egy olyan nyitottság jellemzi, amely teret ad a hibázási lehetőségnek is, az önkorrekciónak, a beszélgetéseknek, ahol nem kell félni attól, hogy rossz választ adunk. Az egyéni tanulási célok és elérésük érdekében az egyéni haladás nyomon követése válik hangsúlyossá, tehát a tanulók egyéni sajátosságaira építve egyéni tanulási útvonalakat tervezünk, amelyeket változatos értékelési és tanítási módszerekkel támogatva lehetőséget adunk a diákoknak is arra, hogy aktívan részt vegyenek az értékelési folyamatokban. Továbbá nagyon fontos, hogy ez az értékelési folyamat, ez egy folyamat, egy dinamikus, folyamatosan változó folyamat, amely mindig a tanuló igényeihez kell, hogy igazodjon, és a saját pedagógiai gyakorlatunkra vonatkozóan is egy folyamatos reflektivitást, reflexiót igényel, hogy korrigálni, változtatni tudjunk, és a diákoknak is lehetőséget adjunk a fejlődésre. A fejlesztő értékelés több forrásból táplálkozik, egyrészt alapvető eleme az önértékelés, erről már volt szó, de a társak értékelése is kiemelt
szerintem fontos ebben a folyamatban, hiszen a páros csoport munkában nagyon fontos, hogy az együttműködési készségünkre, a probléma megoldó készségünkre visszajelzéseket kapjunk. Fontos a tanári értékelés és a szülőknek a bevonása. Hogy hogyan támogatja a fejlesztő értékelést a digitális eszközök tárháza, csak néhány gondolat erejéig térnék ki rá. Egyrészt nagyban segíti, hogy egy hatékony, azonnali visszajelzést kaphatunk, erről már volt szó az interaktív órakezdés videóban, illetve a differenciálással kapcsolatos videóban is, hiszen a digitális eszközök lehetőséget adnak az adatalapú elemzésre, amelyek akár minden tanulóval egy egyszerre történő gyors mérést is lehetővé tesznek. Nagyon erősen támogatják a differenciálás lehetőségét, a nyomonkövetést. Az interaktivitást tudja biztosítani, lehetőséget ad a játékosításra, és kreatív alkotó módon történő értékelési módszerek, tanítási módszerek alkalmazására, nem csak a jelenléti, hanem a távtanulás során is. Nézzük akkor, hogy a projektmódszer hogyan viszonyul a fejlesztő értékeléshez, hogy jelenik meg, hogyan támogatja ez a módszer ezt az értékelést. Itt most a képen azokat a szakaszokat látjuk, amelyek a projektben megjelennek, egy kicsit tovább bontva a kutatási szakaszt. A problémafelvetés kiindulva, ugye ehhez kapcsolódott az alapkérdés című videónk, az információ gyűjtés, elemzés és a következtetések az a kutatási szakaszhoz kapcsolódó rész, és zárul egy alkotó szakaszsal, amikor a projekt produktum elkészül. Hogyha ezeket a szakaszokat most megnézzük részletesebben, akkor szeretnék néhány példát mutatni arra, hogy milyen digitális eszközök alkalmasak arra, hogy ezekben a szakaszokban a fejlesztő értékelést megvalósítsuk. A probléma felvetésnél a szófelhő, gondolattérkép és ötletbörze létrejötté támogató alkalmazások jöhetnek szóba, amelyek egy kiváló lehetőséget adnak arra, hogy a diákok előzetes ismereteit, tudását, érzéseit, benyomásait felmérjük, rögzítsük és hosszabb távon akár ugye menthetővé, vissza megtekinthetővé tegyük. Az információgyűjtés szakaszában nagyon fontos módszer lehet a TKM táblázat, amely lehetőséget ad arra, hogy a tanuló kérdéseket fogalmazzon meg, gondolatokat fogalmazzon meg azzal kapcsolatban, hogy most mit tud a tanulási folyamat kiindulásakor, mi az, amit szeretne megtanulni, és mi az, amit megtanult. Kutatási tervekkel segítheti saját magát, illetve ezeknek a kiadásával mi magunk is támogathatjuk a tanulókat, amelyben személyre szabott segítséget tudunk abban nyújtani, hogy a diákok milyen módon gyűjtsenek információt, hogyan dolgozzák fel, hogy megtanuljanak saját maguk egy-egy kutatást megtervezni. Az értékelő táblázatok, vagy akár a közlekedési lámpa módszere nagyon fontos lehet akkor, amikor már a diákok a kutatási szakasz azon részébe jutottak, amikor már rendelkezésekre áll rengeteg információ, és ezeket most már elemezniük kell különböző szempontok szerint. Ezeknek a szempontoknak a megadásában segíthet az értékelő táblázat. A közlekedési lámpa pedig arra ad módot, hogy visszajelzést kérünk a diákoktól arra, hogy tovább haladhatunk-e a tanulási folyamatban, vagy szükséges még a megállás, vagy akár az ismétlés egy hosszabb ideig, hogy biztosan meglegyen az előzetes tudás a következő lépéshez. A következtetések levonásánál, tehát amikor már a kutatási szakasz információ elemzése is megtörtént, tulajdonképpen előkészítjük a produktumokat, mégpedig a tanulók saját következtetéseket vannak le, saját tudást, új tudást hoznak létre. Ilyenkor nagyon hasznos lehet a 3-2-1 módszer, amelyben a diákok egymásnak adhatnak visszajelzést arról, hogy mennyire járnak jó úton, miben kell a produktumban majd megmutatott tudásukat még korrigálniuk. Itt alkalmazható akár a vita módszere is. És végül az alkotó szakasznak a zárásaként a produktumok megtekintésekor fontos lehet a kérdőívek szerepe, amelyek az ön- és társértékelést is lehetővé teszik, és egy gyors kimutatást tudnak adni nekünk arról, hogy hogyan élték meg a tanulók akár magát a projektmódszert. Továbbá értékelő kártyák segítségével személyes reflexiókat is megfogalmazhatnak.
Az egész folyamatot átkarolja, felkarolja a portfólió lehetősége. A projektportfólió, amelyben a tanulók saját maguk az egész tanulási folyamatra vonatkozóan gyűjthetik a saját és a tanáruk által megbeszélt vagy adott értékelő gondolatokat. Ugyanez lehet a tanulási naplónak is a funkciója kisebb szakaszokban. Most pedig nézzük meg, hogy milyen alkalmazásokat használhatunk ezekhez a fejlesztő értékelési módszerekhez. A szófelhő gondolattérkép ötletbörze módszerekhez a sokat emlegetett Mentimétert, vagy a Kaggle-t, vagy a Linót is javasoljuk. Most egy pillanatra csak a Kaggle gondolattérkép készítőjét nyitom meg. Megmutatom, itt a kollégáinkkal egy tantárgyi fókusszal indítottunk az emlékek fogalomból, de megtehetjük azt, hogy egy ilyen közösen szerkesztett gondolattérkép nyomán határozzuk meg azt, hogy a diákok melyik tanulási, melyik útvonalon indulnak el érdeklődésük szerint. De visszatérve a többi módszerhez, az információgyűjtés során javasolt tékán táblázat vagy kutatási terv létrehozásához a Padlet vagy a Trello is kiváló alkalmazás. Ezekről volt már szó a tanulás szervezése, a tanulás menedzsmentről szóló támogató videóban. Az értékelő táblázat vagy akár a közlekedési lámpa módszerének alkalmazásához a OneNote jegyzetfüzetet, a Google Docs-ot közösen szerkeszthető dokumentumként, illetve akár a cseten belül különböző emojiknak a használatát is javasoljuk, vagy javaslom, hiszen ezek lehetőséget adnak arra, hogy akár a közlekedési lámpát adaptálva visszajelzést kérünk a tanulókról, a tanulóktól arról, hogy hol tartanak a megértésben. A következtetések levonásánál a Microsoft Teams, vagy a WebEx, vagy bármilyen más videokonferencia alkalmazást javaslunk, hiszen itt már fontos az élő kontakt, vagy a személyes konzultáció is. Az alkotó szakasz zárásánál a kérdőívekhez a Microsoft Forms, vagy akár a Google űrlapot is használhatjuk. Az egész tanulási folyamatot, projekt folyamatot átfogó projektportfólió vagy tanulási naplónak a megvalósulására akár a végletet is használhatjuk, vagy a SWE interaktív prezentációs alkalmazást, itt most egy példát mutatok is. Tulajdonképpen itt a diákoknak lehetősége van arra, hogy a tanulási folyamatukat folyamatosan dokumentálják, a reflexióikat szövegszinten megjelenítsék, vagy akár egy-egy kép, videó, vagy más oldalaknak a becsatolásával egy interaktív prezentációt varázsoljanak a tanulási folyamat során. És ez lett volna akkor tehát a fejlesztő értékeléssel kapcsolatos videó. Köszönöm a figyelmüket, és hogyha felkeltette érdeklődésüket az előadás, akkor javaslom, hogy a következőt is hallgassák meg, amely már a tanulói eredmények a projektproduktumok bemutatásával foglalkozik majd. Köszönöm a figyelmet!